Az első kémcsőben formaldehid vagy aceton található. Annak eldöntésére, hogy a két anyag közül melyik van a kémcsőben, használjuk ki az aldehidek redukáló hatását, és végezzük el a féling próbát. Egy tiszta kémcsőben elkészítjük a féling reagenst. A féling reagens, féling 1, azaz részszulfát oldatból, és féling 2, azaz nátriumhidroxid oldatból áll. A féling 2-ben lévő nátriumhidroxid a részszulfáttal először csapadékot ad, majd pedig a féling 2-ben lévő szennyecső hatására a csapadék még kék színnel oldatba megy. Itt van tehát a kémcsőben a féling 1, féling 2 reagensből készített elegy. Ezzel az elegyjel fogjuk reagáltatni az ismeretlenünket. Ha az ismeretlen aldehid, akkor adja a féling próbát, ami azt jelenti, hogy hevítés hatására színváltozás következik be. A színváltozást melegítéssel elősegítjük. Melegítés során, ha redukáló szert tartalmaz az ismeretlenünk, akkor a mély kék színű oldat először sárgás-zöld színű lesz. A színváltozás azzal magyarázható, hogy az aldehid funkciós csoport redukálja a rész 2 ionokat rézegy ionokká, amely lugos közegben rézegy hidroxid csapadékot eredményez. Ez a rézegy hidroxid csapadék sárga színű, amely a kék színű oldattal egy zöld szint határoz meg, zöld szint ad. A másik két kémcsőben Coca-Cola, illetve Coca-Cola Light van. A címkén olvasható, hogy a Coca-Colában cukorral történt az édesítés, míg a Coca-Cola Light-ban az édesítés mesterséges édesítőszerrel történik. A cukor, a szőlőcukor aldehid funkciós csoportot tartalmaz vizes oldatba, ennek az aldehid funkciós csoportnak a redukáló hatása megint csak a kísérlet során megfigyelhető. A Coca-Cola Light-ban a mesterséges édesítőszer aldehid csoportot nem tartalmaz, ezért ez nem adja a féling próbát. Végezzük el mindkettővel, és vizsgáljuk meg, hogy melyik kémcsőben volt a Coca-Cola, és melyikben a Coca-Cola Light. Készítsük el ismételten a féling reagensünket, féling 1-ből és féling 2-ből. Féling 1-ben tehát részszulfát, a féling 2 reagens nátriumhidroxidot tartalmaz. A mély kék színű komplex megjelenése mutatja, hogy az oldat rézionokat, rész 2 ionokat tartalmaz. Az első kémcsőben lévő kólát adjuk hozzá. Összerázzuk és ismételten elkezdjük melegíteni. Ha a kólán Coca-Cola és cukorral volt édesítve, akkor a féling próbát adja, tehát a színváltozás megfigyelhető. Ha a Coca-Cola light volt a kémcsőben, akkor színváltozást nem tapasztalunk. A reakció elindult, tehát a kémcsőben Coca-Cola volt. A kialakult rézegyhidroxid, sárga csapadék a kék színű oldattal először zöld színeződést mutat, majd pedig a teljes átalakulás során a rézegyhidroxid sárga színét figyelhetjük meg, de a rézegyhidroxid vizet veszít, és a vízvesztés során a rézegyoxid vörös színű csapadék megjelenése mutatja a pozitív próbát. Tehát a kémcsőben Coca-Cola volt, hiszen ennek az édesítőszere a cukor. Nézzük meg akkor a másik kémcsőben is, hogy a Coca-Cola Light valóban nem tartalmaz cukrot, csak mesterséges édesítőszer. Ebben az esetben a féling próbát nem adja. Hát vizsgáljuk meg. Jó, elkészítettük a féling reagenst, és ehhez hozzáadjuk a másik kémcsőben lévő Coca-Cola Light-ot. Ha ez valóban Coca-Cola Light,
akkor nem tartalmaz cukrot, csak mesterséges édesítőszer, tehát a félig próba nem lehet pozitív. Elkezdjük a hevítést, figyeljük a változást. A zöld szín nem a kémiai reakciónak köszönhető, hanem a barna színű Coca-Cola Light a kékkel keveredve adja a zöld színeződést. Látható, hogy melegítés során újabb színváltozás és csapadékképződés nem tapasztalható, tehát valóban nem volt a Coca-Cola Light-ban redukáló tulajdonságú cukor, ezért pozitív próbát nem tapasztalunk.